A mai videó a fekete áfonyáról fog szólni, arról, hogy kinek mikor érdemes fekete áfonya kúrát tartani, vagy akár rendszeresen fogyasztani. Üdvözöllek itt Ujjai Szabolcs Zoárt! A fekete áfonya az egyik legjobb bogyós gyümölcsünk, rengeteg pozitív tulajdonsággal, én rendszeresen fogyasztom. Tele van antioxidánsokkal, könnyű enni vagy inni, alacsony a glikémiás indexe, így ugye cukorbetegek is fogyaszthatják, magas a rosttartalma és ráadásul sok oldalon lehet fogyasztani, például önmagában, turmixokban, süteményekben, de lekvárt is lehet belőle készíteni. A fekete áfonyának több fajtája van, melyek hazánkban általában július elejétől szeptember végig teremnek. Van amelyik ugye hosszabb ideig, van amelyik rövidebb ideig, de melegebb éghajlatokon az év más részeiben is terem folyamatosan. A fekete áfonyát gyümölcslé formában is lehet fogyasztani, akár önmagában, akár más levekkel keverve. Legfőbb antioxidáns vegyületei a fenolos vegyületek, a flavonoidok és az antociánok. Ezek a vegyületek gyulladás csökkentő hatással bírnak, csökkentik a gyulladásokat előidéző markerek aktivitását a szervezetünkben, így végeredményen a betegségek kialakulásának kockázatait. A fekete áfonya egyik fontos tulajdonsága, hogy a benne lévő antioxidáns vegyületek képesek a testünkben lévő vékony ereknél is csökkenteni a gyulladásokat, illetve növelni azok rugalmasságát. Tehát minden olyan problémánál érdemes bevetni a fekete áfonyát, ahol sok a vékony hajszálér. Ilyen az első problémakör is a szemproblémák, mint például a szemfáradtság, szemgyulladás vagy a látás problémák, hiszen a szemünk is ugye tele van vékony erekkel. Sokat segített a fekete áfonya bogyó, a fekete áfonya gyümölcslé, illetve a fekete áfonyából készült kivonat is a különböző szemproblémák esetén. Számos szemerősítő készítménynek ugye összetevője a fekete áfonya, nem véletlenül. A szem állapotának javításához a fekete áfonya mellé érdemes még gocsi bogyolevet inni, krillolajat szedni, melynek magas ugye az asztaxantin tartalma, illetve csukamájolat, mely természetes A és D vitamin forrás, mely vitaminok kulcsfontosságúak a szemeink egészsége szempontjából. Tehát a felsoroltak segítik, felerősítik a fekete áfonya szemerősítő, a szemekben a gyulladásokat csökkentő hatásait. A második terület, amire nagyon jó a hatása van a fekete áfonya, az az agyunk és a hozzá kapcsolódó funkciók, mint például a memória, a koncentráció. A fekete áfonyában lévő antioxidánsok és flavonoidok képesek megemelni az agysejtek védelmét, ugye a károsító szabadgyökökkel szemben, ezzel csökkentve például a demencia és az Alzheimernek ugye az esélyeit. A áfonyában lévő vegyületek fellépnek a DNS károsodással szemben is, melyek az, ugye az oxidatív stresszt idéző elő a testünkben. A fekete áfonya hatásait abban, hogy az agyunk működését erősítse, segítse, segíti még a dió, a zöld színű zöldség, az avokádó, a krillolaj, a tiszta mépenpő, a hidegen sajtott kókuszolaj és a kakaó. Érdemes fekete áfonya levet inni, áfonyát fogyasztani magas LDL koleszter szintű esetén is, illetve ezzel összefüggő problémáknál, mint amilyenek ugye a szívkoszorúér problémák és a magas vérnyomás. A leginkább veszélyes folyamat a szív- és érrendszerünkre az az LDL koleszterinnek az oxidációja. A fekete áfonyában lévő antioxidánsok képesek csökkenteni az oxidált LDL szintet, képesek csökkenteni az artériás merevséget, így végeredményben hozzájárulnak a szívünk és az ereink védelméhez. Az LDL koleszterin csökkentése, illetve oxidációjának megelőzése érdekében a fekete áfonya hatásait segíti még az olajfalevél kivonata, aminek ugye még egy jobb változat az olajfalevél préslé, illetve a fokhagyma kivonat. Illetve LDL koleszterin csökkentéséhez rendkívül fontos a finomított szénhidrát bevitelt, a cukrok, gabona ételeket, modern borti ételeket visszaszorítani, mert a gyulladások az erekben, illetve az LDL szintje elsősorban miattuk emelkedik meg. Azzal, hogy csökken a testünkben az oxidált LDL koleszterin szintje, nagyobb eséllyel tudunk lefogyni. Ez lehet a negyedik érv a fekete áfonya mellett. A fekete áfonya nem egy fogyasztószer, de számos olyan folyamatot indít be a szervezetünkben, melynek hatására javulnak az anyagcsere folyamataink, ilyen ugye az oxidált LDL szint csökkenése is. A fekete áfonyának alacsony a cukor, míg magas ugye a rosttartalma, mely ugyancsak lényeges szempont, ha fogyni szeretnénk. A fekete áfonyából már kisebb mennyiség is jól lakat, miközben ugye nem ugrik meg tőle az inzulin szintük. Ez is fontos a zsírégetés
fogyás szempontjából. Az ötödik problémakör, amikor érdemes fekete áfonyát enni vagy inni, azok a magas vércukorszinttel járó állapotok, mint a prediabetes és a cukorbetegség. Nagyon sok embernél ki van alakulva bizonyos mértékű inzulinrezisztencia, melynek legbiztosabb jele a hasnál lévő zsírok megjelenése, alsó zsír egyenlő bizonyos mértékű inzulinrezisztencia. A fekete áfonyában lévő antocián vegyületek javítanak az inzulin érzékenységen és a glükóz anyagcserén, azaz hatásukra jobban tud hasznosulni az inzulin a testünkben. Cukorbetegség esetén a fekete áfonya mellé érdemes még a krómot bevinni, napi rendszerességgel sok magas növényi rost tartalmú ételt, fahéjkivonatot, alát, azaz alfa liponsavat, sörélesztőt, magnéziumot és spirulina algát. A fekete áfonyát be lehet vetni a húgyúti fertőzések esetén is, ez lehet a hatodik problémakör. Húgyúti fertőzéseket okozó baktériumok esetén, mint amilyenek például ugye az E. coli, érdemes együtt alkalmazni a tűzegáfonyával, mert gyümölcsöt hazánkban elsősorban gyümölcslé formában tudsz fogyasztani. Az áfonyafélék jót tesznek a húgyhólyagnak, segítik a szervezetünket abban, hogy megakadályozza a baktériumok rátapadását a hólyag falá, az így végeredményben, hogy fertőzéseket vagy más vizelési problémákat ugye okozzanak. A hetedik és egyben utolsó érv a rendszeres fekete áfonya fogyasztás mellett az az emésztésünknek a javulása. Ahogy korábban említettem, a fekete áfonya sok rostot tartalmaz, mely jót tesz a bérrendszer működésének, illetve csökkentik például ugye a székrekedésnek az esélyeit. Ugyanakkor tartalmaz sok olyan vitamint, rezet és savokat, melyek serkentik a gyomorsav, illetve egyéb emésztőrendszerünkben termelődő folyadékoknak a kiválasztását. A fekete áfonya nem terheli le az emésztőrendszert, könnyen keresztül tud haladni rajta az étel. Bérrendszeri problémák esetén, mint amilyen ugye az IBS, a kolitisz, a Crohn-betegség, vagy a székrekedés, érdemes együtt szedni a fekete áfonyával probiotikumot, kollagént, L-glutamin, spirulinalgát és zöldségleveket. Bízom benne, hogy érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha van tapasztalatod, véleményed a témával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásomba, a személyes kérdésedet pedig küld el nekem e-mailben. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Itt Ujjai Szabolcs Zoárd, ebben a videóban a fekete áfonyáról volt szó. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!